Mindenkit üdvözlök! Ismét egy hardware témás videó van terítéken, amely témát most olyan szempontból szeretnék megközelíteni, hogy a rengeteg videókártya közül és rengeteg videókártya gyártók közül, amit lehet a piacon kapni, mégis melyiket érdemes választani. Sokszor nagyon nehéz azt kideríteni, hogy mi az, ami valójában is beválik, vagy beválhat, és mi az, ami csak a szóbeszédek alapján tűnik jónak. Ha egy adott típusú videókártyának a teljesítményét nézzük, akkor nagy különbségeket nem fogunk tapasztalni egyik gyártó termékével kapcsolatban sem. Viszont hogyha a dolgot a videókártyának a hűtésének szempontjából vizsgáljuk, akkor bizony elég hatalmas különbségek vannak. Bárki, aki elkezd utána nézni a dolgoknak, az hamar látja, hogy a legtöbb helyen az Asus-t vagy az MSI-t dicsérik a legjobban, és ezek után talán következő helyen a Gigabyte-ot. Na de szóbeszédeknek nem hiszünk, én saját magamnak szeretem kitapasztalni a dolgokat, de még így sem könnyű a helyzet, mert vannak, akik saját tapasztalataik alapján másként látják a dolgot. A Gigabyte MSI Asus legjobbnak vélt hármasak közül a Gigabyte-ot már többször próbáltam, ami nekem nagyon bejött és bevált. Az Asus DCU2-höz egyetlen egyszer volt szerencsém, az nem volt túl effektív hőmérsékletéren, és az MSI volt az, ami még egyszer sem fordult meg nálam. Nagyon kíváncsi voltam már rá, így most átmenetileg beszereztem egyet ideiglenesen, egy GeForce GTX 680 Lightning keretében. Hasonló kategóriában korábban nekem Gigabyte-ban GeForce GTX 670 OC-n volt, és GeForce GTX 770 OC-n. Ugye leginkább ezekhez a kártyákhoz illene hasonlítani, hiszen ebből a generációból való a GTX 680. De mivel nekem jelenleg Gigabyte GTX 970-es kártyám van, így az érdekesség kedvéért ezt is bevontam az összehasonlításba. Maga a kártya az nagyon jól néz ki, nagyon jóra sikerült külső alapján, bár a Gigabyte az nekem jobban tetszik. De csak szubjektív vélemény. Ami most nekünk fontos az az, hogy a szép külcsíny mellett hűtése az valójában mennyire jó. Mondjuk könnyen el tudom képzelni azt, hogy sokan csak legyintenek erre a dologra, hogy most milyen a kártyának a hűtése. Korábban én sem foglalkoztam ilyennel egyáltalán, és nem is volt rá okom, hogy ilyennel foglalkozzam. Addig a napig, amíg meg nem vettem egy VTX 3D 7870-et, akkor rájöttem, hogy igenis foglalkozni kell azzal, hogy milyen a kártyának hűtése, mert szélsőséges esetben bizony vannak olyan kártyák, amelyek terhelés alatt olyan elviselhetetlen hangot adnak, hogy fülhallgató nélkül képtelenség az adott gépen az adott kártyával játszani. Nos hát az MSI GTX 680 Lightningról elmondható, hogy hőmérsékletéren nem melegszik jobban a hasonló kategóriában lévő Gigabyte GTX 670 és 770-nél. Ellentétben az Asus DCU2-vel, ami simán felmegy 70 fok fölé is terhelés alatt. A hangja sem hangos, viszont hogyha az ember odafigyel rá, akkor hallható. Hallható terhelés alatt úgy, hogy a alapjáraton is ilyenkor a gépnek a többi ventilátora is nagyobb fordulatszámon működik. Ugye a táp is jobban dolgozik ilyenkor, a processzor hűtő is jobban dolgozik ilyenkor. És ilyen szempontból nézve a Gigabyte GTX 670-et és a 770-et, azokkal viszont terhelés alatt sem lehet hallani a kártyát. Nem hangos az MSI egyáltalán, viszont hangja az van. Legjobban ezt úgy lehet megnézni, hogy ugye az MSI Afterburn ellen én kiírtam folyamatosan az adatokat, hogy milyen fordulatszámon dolgozik a ventilátor, ugye innen tudom a hőmérsékletet is megmondani. És azt az értéket, amit terhelés alatt kaptam, adatot, azt utána terhelésen kívül manuálisan beállítottam a videókártya vezérlő programban, hogy felhúztam a kártyán hűtésének a fordulatszámát ugyanakkorára, és ugye ilyenkor lehet hallani azt jobban, hogy milyen hangja van a kártyának, mert ilyenkor a többi ventilátor az nem fog dolgozni jobban, ilyenkor csak a kártyát halljuk ki. És akkor az MSI-nek beállítottam azt az értéket, amit terhelés alatt kaptam, hát akkor bizony elég szépen megszólalt a ventilátora. A Gigabyte-ok esetében a 670 és a 770-nél is megcsináltam korábban ezt, és ott még akkor sem lehetett hallani a kártyának hangját, mikor a táp és a processzor hűtő és egyéb ventilátorok sem dolgoztak terhelési szinten. Na most én ezt megcsináltam a mostani GTX 970 Gigabyte-ommal is. Hát ott is felhúztam a ventilátort annyira, mint terhelés alatt, és akkor így semmi különbség az alapjárathoz képest és a terhelési hanghoz képest. Szóval mondok egy értéket, alapjáratom egy 30%-on, mondjuk a 970-nek, terhelésen meg megy közel 60%-on, ilyen 58-60 felé,
és akkor, hogy felhúztam terhelésen kívül a ventilátort ennyire, és semmi plusz hangot nem tapasztaltam. Sőt, felhúztam még 70%-on is, ami messze nem megy fel addig, akkor már egy nagyon kis zümmögő kis különbséget lehetett hallani, de ez is elenyésző volt. Ezt főleg azért mondom például a 970-ek esetében, mert sokan azzal indokolják, hogy mondjuk az Asus vagy az MSI, mondjuk akár a 970, akár a 980-nál, hogy jaj, hogy mert azoknak megáll a ventilátor, hogyha nincsen terhelés. Ez már milyen jó dolog, hogy megáll a ventilátor. Ahhoz képest, ha terhelési hangra felhúzom a gigabyte-ot, még akkor sincsen hangja semmi a táp mellett. Nem azt mondom, nem hangos a táp sem, meg a többi ventilátor, és csak az alap kis gép zaj mellett nem hallod még akkor sem. De mondom, nem rossz az MSI, és nem rossz az Asus sem. Csak a dolog akkor érdekes, mikor olyan érveléseket és indoklásokat hallok másoktól, hogy a MSI még jobb, mint a Gigabyte. Az Asus még jobb, mint a Gigabyte. Gigabyte-ot nem akarok, mert az szar. Például vannak, akik azt mondják, hogy jaj, hát nekem már volt több Gigabyte kártyám is, már többször megjártam vele. Persze, ezt el kell fogadni, viszont én csak a saját nevemben tudok nyilatkozni, és én azt mondom, hogy nekem volt több Gigabyte kártyám is, mint halk volt, hűvös volt, kiváló volt, és én jobb kártyát még nem láttam ezektől. Teljesítményről azt tudnám mondani, hogy az MSI GTX 680 az a GTX 670 és a 770 között helyezkedik el kicsit, hát már közelebb áll a 770-hez, bizonyos körülmények között talán azt lehet mondani, hogy nem éri el a szintjét. Szóval lehet akármilyen Super OC kártya, igazából a teljesítmény az nem lesz nagyon különböző. Már Gigabyte-ban is volt a Super OC változat, de sok haszna igazából nincsen ezeknél a kártyáknál. Az egyetlen dolog, ami akár az MSI, akár az Asus mellett szól, vagy szólhat, az szubjektív, a külső, hogy kinek melyik tetszik jobban, melyik hűtő, melyik kialakítás. De objektív plusz haszna sem az Asusnak, sem az MSI-nek nincsen a Gigabyte-hoz képest. Mondom, ezeknél a kártyáknál nem sokat számít az, hogy mennyire vannak húzva. Most a 900-as széria az, aminél tényleg számít az, hogy mennyi tuningot kapott a kártya. Mert hogyha ezek vannak húzva, vagy hogyha manuálisan tuningoljuk őket, mi? Akkor azért elég komoly különbségek ki tudnak jönni, például ott van a GTX 970. Teszteket megnézzük, a referencia változat, hogy ilyen semmi plusz tuningot nem kapott gyárilag. Az még a GTX 780-nak is csak éppen, hogy eléri a szintjét. Viszont amint a gyárilag tuningolt változatot vesszük, már mindjárt nem a GTX 780-nal fog versenyezni, hanem a 780 Ti-vel. Szóval ezeknél az új kártyáknál tényleg van jelentős különbség a tuningolt és a nem tuningolt változatok között, viszont a régi nem sok, 2-3 FPS-t talán. Ami meglepő volt számomra az a GTA 5, hogy ahhoz képest, hogy a csúcskártyákat is mennyire meg tudja fogni ez a játék, ahhoz képest aránylag egész magas beállítások mellett is tudtam játszani komoly FPS értékkel, ilyen 70-80 FPS-sel. Ugye ez az a szint, amit így bemertem állítani. Aztán lehet, hogy többet is elbírt volna, mivel mondom 70-80 FPS-t az úgy megvolt a legtöbb helyen. Ez tűnt olyan optimálisabb értéknek. Depth of Field-et azt kikapcsoljuk, azt nem szeretem. És mondom, hát látjátok, 90 felé is felment az FPS. Igaz, az Advanced Options-ba nem mentem be. Hát ha ott állítok be dolgot, akkor még a 970-en is megpusztulni készült tőle. Még ilyen városban több az FPS. Korábban mondták más, hogy kisebb kártyával is milyen jól fut nekik a GT, és akkor nem akartam elhinni, hogy a fenében, amikor a 970 is megdolgozik vele rendesen. És hát úgy tűnik, hogy valóban igazuk volt, mert egy GTX 680 szintű kártya is, bár kicsit erősebb túlzással, de viszi very high-kon, legalábbis ami a legtöbb beállítást illeti, és full HD-ban persze. Hogy tényleg el lehet azt ismerni, hogy a GTA 5 esetében nagyon helyén vannak a dolgok. Nem úgy, mint a negyedik rész esetében, hogy tök mindegy milyen gépet raksz el, akkor is megjelennek a laggok. Igazából valahogy így optimális, hogy csúcskártyát is ki tudsz használni a játék alatt, meg kisebb kártyával is jól tudod futtatni. De nézzünk egy vidéki részt, ahol ugye általában mindig kevesebb az FPS, és ami számomra megint csak meglepő volt, hogy még itt sem
esett le annyira. Szóval a 970-nál igaz magasabb beállításokon, de ilyen vidéki helyeken van, amikor ilyen 30-ra is lezuhan, ilyen 40-50-re. Városban meg általában ilyen 60-70-nél szokott menni. Az is érdekes, hogy a legjobban nem a GTA alatt melegedett, és nem a GTA alatt dolgozott a kártya sem. De nem csak az MSI GTX 680, hanem a Gigabyte GTX 970 sem. Szerintem láthatjátok az értéket, hogy nem érte el a hőmérséklet még a 60 Celsius fokot sem. És az 58% ventiát, ugye azt mondtam, hogy ez teljesen hangtalan a Gigabyte kártya esetében. Az MSI, ami általában ilyen 45-48% között szokott dolgozni, az meg már elég komolyan hallható. Az MSI GTX 680 esetében itt értem el a csúcsot, ahol 68 Celsius fokra ment a kártya, és 49%-on dolgozott a ventilátor. Ugye ez volt az a csúcsérték, amit megnéztem terhelésen kívül, hogy felhúztam a ventit annyira, hát annak már eléggé volt hangja. Egyébként nem tudom, hogy miért pont ezen a részen dolgozott a legjobban a kártya. Szép havas effektek megdolgoztatták biztosan. Végezetül mit lehetne mondani? A helyzet az, hogy sajnos sokszor a hivatalos tesztek nem, vagy csak részben térnek ki olyanra, hogy milyen a kártyának a hűtése, milyen a kártyának a hangja terhelés alatt. A legtöbb teszt, amit találni lehet, leginkább csak a kártya teljesítményéről ad leírást, de viszont sokan vannak azok, akiknek a teljesítmény mellett a csendesség is fontos szempont, legalább annyira, vagy talán még fontosabb is. Kéne az az eset vagyok, akinek fontos a teljesítmény, viszont hogyha azt hangos kártya árán tudom csak elérni, akkor inkább a teljesítmény legyen egy picit kevesebb, mint hogy a gépnek a zaját kelljen folytonosan hallgatni, vagy csak fülhallgató mellett tudjak játszani. De hát nem hiába van tele a fórum olyan érdeklődőkkel, hogy milyen kártyát vegyek, jó lesz-e ez a kártya, jó lesz-e az a kártya. Nyilván nem csak a teljesítményről van szó minden esetben, hanem sokszor abban is kell segítség, hogy melyik gyártótól vegyenek, melyik hűtést válasszák. Azért mertem most egy régebbi MSI típust választani, mert már korábbról is ez hírlett az MSI-ről is, hogy az a legjobb hűtéssel rendelkezik. És ezért voltam kíváncsi rá, hogy tényleg valóban mennyire jó az a hűtés. Persze most az új 900-as szériában megint az van, hogy az MSI a legjobb. De hogyha mondom, hogy a 680 azért nem a legjobb, akkor jó, az nem a legjobb, de most már az új, az most már a legjobb persze. De összességében én azt mondom, hogy akár az Asus-t, akár az MSI-t, akár a Gigabyte-ot választjuk, rosszul nem fogunk járni. Persze hibás kártyák bármelyik gyártón előfordulhatnak. Valamint ami most a GTX 970 esetében nagyon nagy szívás, az a cicergés, ami akármelyik gyártón előfordulhat. Ez sajnos a szériának a hibája, ami hát jó nagy szívás, mert hiába csendes rajta a hűtő, hogyha közben mégis hangos a kártya a cicergés miatt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!